Műsor betöltve. Hoztok élesítve. A rendszer készen áll arra, hogy felkészítsen téged az okosotthonok otthonok legfrissebb trendjeire, az alapvető tudnivalókra. Kezdünk! Sziasztok, ez itt az Okos Otthon Klub új évada. Üdvözöljük Gergőt a körünkben. Sziasztok, hello, hello. Én pedig Zsák Peti vagyok, és folytatjuk a okos eszközök megbeszélését, okos otthon megoldások megbeszélését. Hogyan csináljuk? Én sokat gondolkodtunk itt az elején, hogy 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 indítsuk el a, a, a történetet, mondjuk hogy rebutoljuk ezt a, a dolgot. Úgyhogy az elején arra gondoltunk, hogy átnézzünk néhány olyan eszközt, amivel viszonylag egyszerűen meg lehet ismerkedni és, és belebotlunk. Szeretnénk egy kicsit úgy bemutatni az okos eszközöket, hogy tényleg annak is segítséget nyújtsanak, aki nulláról kezd, de aki már ért hozzá, vagy már találkozott legalább egy okos eszközzel, annak se legyen túl idegen az, amiről beszélünk. Ugye az előző adásban, hát egy ilyen nagy általánosságról, ünnepkörökről, meg és az ünnepkörökhöz használható okos eszközökről beszélgettünk, de hogy most akkor kicsit konkretizáljunk. Így van. És hogy mi mikkel lehet otthon találkozni, és a mai adásban ugye az okos dugajók, az okos izzók, és még talán az okos kapcsolókról is fogunk egy picit beszélni, és én úgy indítanám el, hogy az én belépőszintes vagyok, okos otthon kapcsán, és én az okos dugajjal találkoztam először, mint belépő szintű otthonokosító, és amikor nyilván így ismerem a termékeket, de nekem így a dugolyoz az valahogy így totál annyira a perifériámon kívül esett, hogy így eszembe se jutott, hogy azt is tudom okosítani, és ugye van egy, amit ráadásul tőled kaptam, Hát, csodás. Szóval, hogy, hogy, tehát láttátok volna azt a fejet, amit én akkor vágtam, amikor így bedugtam a sima fali konzolba otthon, és így láttam, hogy mi mennyit fogyaszt, és kézzel, kézzel, én abban hogy minden, ami így a kezem ügyében bedugtam, bekapcsoltam, és akkor mennyit fogyaszt, nézzük meg, hogy mi mennyit fogyaszt. Szóval, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy így a, egyrészt mire jók ezek az okos uh -huh. bújók, meg hogyan működnek, milyen fajtájuk vannak, meg ez hogyan tud bekapcsolódni a teljes interfészbe? Szóval az okos, okos izzót meg a dugajt úgy szoktuk nevezni, hogy az okos otthon kapu drogja, mert ezzel a legkönnyebb beleugni ebbe a történetbe. Ez úgy néz ki, hogyha még nem láttatok ilyet, mint a 80-as években az elosztó, az a, az a T elosztó jellegű röfi, amit bedugtunk a, a falba, tehát van neki egy villás vége, meg, meg kétjük az elején, mint a malacóra, amiben bedugjuk az eszközünket, és ezt meg bedugjuk minden estől a falba. És ugye maga az eszköz nem csinál semmi mást, csak így, hogy közbe jégelődött, az tudja kapcsolni kibe a fázist, kvázi a, a dugaj másik végén, illetve az egyes verziók képesek mérni a fogyasztást, az átáramló fogyasztást. És mondjuk ebben nagyjából kiismerült az alapképessége, ezek, ezeket tudja, és ezeket tudjuk utána variálni. Nyilván a minél egyszerűbb, annál jobb kiindulási pontról elindulhatunk, és én mindig azt szoktam javasolni, hogy először olyan eszközzel próbálkozzunk, egyáltalán bedugni és benne dugva hagyni, ami nem létfontosságú számunkra. Tehát, hogy, hogy, olyat azért ne dugjunk bele, amivel mondjuk a körülöttünk élők és a saját életünket is nagyon könnyen meg tudjuk keseríteni, mert azért az elején, amikor az ember próbálkozik, akkor azért képesek vagyunk bakikat elkövetni. Mondjuk, ha van egy olyan olvasó lámpád egy, egy fotel mellett mondjuk, amit szeretnél kapcsolni, tegyem fel, nem szeretnél mindig oda menni és onnan kapcsolni, hanem mondjuk a szoba másik feléről a a falnál lévő kapcsolóról, vagy, vagy szimplán csak felnyomnád, vagy annak állítanád mondjuk időhöz, hogy mondjuk este kapcsoljon fel, akkor erre például tökéletes, tehát mondjuk ilyen esti világítást adjon. Ezt fogod arrébb viszed albérletbe is alkalmazható, nem kell hozzá fúrni, faragni, jó megoldásnak ítélkezik. Igen, meg ugye, amit szeretettem, mert már többször is hallottam tőled, ez a kávéfőzőnek a kibekapcsolás. Igen. Hogy így, így lehet kávéfőzőt felokosítani. Igen. De csak azt a kávéfőzőt, ami, amit... nagyon buta. Igen. <laughs> Igen. Tehát olyan szinten nagyon buta, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy a, a régi szarvasi kávéfőző, nem a kotyogós kávéfőző, hanem az a kávéfőző, amin volt egy kapcsoló, a nagy piros kapcsolóval bekapcsoltuk az oldalán, és akkor működött. Az a jó, mert akkor bekapcsolva hagyjuk, az bedugjuk a dugajba, és amikor kap, akkor elkezd főzni. Nyilván azért magától nem fogja meg tölteni a kávéval a tartóját, illetve egy vizet sem jön magától bele, poharat is alá kell készíteni. De ha előzően a PST rutinba megcsináljuk, akkor viszont megoldhatjuk azzal, hogy reggel kávé illatra ébredjünk ilyen módon. Tehát, hogy ez, ez megoldható. Nekem, am amikor ezt a dugajt elkezdtem mm -hmm. kipróbálgatni, nekem az volt így, a hát nem is tudom, hogy hogy most ez negatív vagy pozitív, Egyenlőre semleges érzés volt, hogy oké, okay, volt a doboz, azon volt egy QR kód, mm -hmm. vagy megmondták, hogy akkor melyik alkalmazást töltsem le, és le is töltöttem, és ugye láttam, hogy rengeteg funkciót tudnék én még használni, de egyenlőre csak egy dugajom van. Jó, én gondolom, aki ebbe így belefog, az nem egy dugajt fog venni, tehát mondjuk azért vesz mondjuk mindegyikbe, vagy... Az a lakásában az párat. Azon kívül, hogy én látom a fogyasztást az applikációban, meg azon kívül, hogy azon keresztül ki tudom kapcsolni, uh -huh. hogyan tudom ezt aztán tényleg, ugye az erről a múltkori is beszéltünk, hogy onnantól lesz okos valami, hogy én belefetszölöm azt az időt és energiát, hogy az én életmódomhoz alkalmazkodjanak Igen. az eszközök, tehát minden eszköz annyira okos, mint a felhasználója. Igen. én <laughs> nagyon frá <laughs> frázisok az most itt fog fogtatni. Szóval, hogy, hogy, tehát, hogy miért kell nekem alkalmazás, hogy egyáltalán jó -e az, hogy van nekem alkalmazás, és itt azért nekem még az is felmerül az a kérdés, hogy jó, most veszek mondjuk egy IKEA-s dugajt, mert uh -huh. majd azokról is beszélünk meg veszek egy több mezei, bármilyen uh -huh. másikat, hogy ők tudnak-e együtt kommunikálni, hogyan kell együtt kommunikálniuk, mi kell ahhoz, hogy együtt kommunikáljanak, mert ez, jó, nyilván átnézegettem az applikációt, abban benne volt, megadták, hogy melyik szobát, tehát hogy be uh -huh. tudtam állítani, hogy hol van, meg mi, meg ilyen időzítést is tudtam azt nem csinálni, uh -huh. de hogy jó, oké, tök király, nyomkodtam, hogy ki be. Ki be. Ki, be? <gül> <gül> Igen. Na ettől nem lesz még okos az otthonunk, ez maximum távirányítós lesz ettől, ebbe teljesen igazad van, mert hogy ahogy beszéltük, valami olyasmit kéne csinálni, ami a mi életünket tükrözi ahhoz kapcsolódik. Úgyhogy általában ezért szoktuk azt mondani, hogy egy okos otthon nem egy okos tévétől, vagy egy okos dugajtól, vagy egy okos bármitől kezdődik, mert akkor egy eszközről beszélünk. Akkor. Lesz majd valami okos, akkor indul el ebbe az irányba, hogyha azokat a, az eszközöket valamilyen szinten tudjuk összevonni, ők egymással tudnak kommunikálni. Még akkor sem lesz feltétlenül okos, hogyha én egy kapcsolót szerzek, egy van egy ilyen nyomógombos felragasztató kapcsoló, akár a shell is, és akkor a shell alkalmazásból működik, és akkor azt felragasztod mondjuk oda a falra, ahol a másik kapcsoló van, és akkor már onnan tudod kapcsolni, ahonnan szeretnéd, ágyból, bárhonnan. Még ettől sem lesz feltétlenül okos. Ott már lehet javítani a, a dolgokon, hogyha van olyan érzékelőd, mint ez a nyomógomb, akkor az a plusz valamit mondasz, tehát, hogyha egyszer nyomom meg mi, mi történjen, kétszer nyomom, meg mi történjen, ez már, már jó. És akkor itt jönnek elő az automatizálások, tehát hogyha mondjuk azt, hogyha, és előjöhetünk mondjuk az, akár az alkalmazás is, ennél a fiktív esetnél, hogy mondjuk a lámpa ott be van kapcsolva a nappali sarkában az olvasó lámpa, de mi van, ha elmegyek és elfelejtettem lekapcsolni? Hát ennek a lekapcsolása mondjuk geolokációhoz rögzíthető, és akkor elmentem otthonra, akkor magától lekapcsolja a lámpát, tegyen fel, vagy ha hazaértem, akkor felkapcsolja. Tehát ez ebbe az irányba már el lehet menni, akkor már közelít ahhoz, hogy, hogy valamit csinál abból, amit, amit, én csinálok, tehát hozzám alkalmazkodik. De igazából akkor érik el ezek a funkciójuk csúcsát, hogyha más eszközök is vannak mellett. Gondoljunk bele, hogyha ez a dugaj akkor kezd el működni, ha mondjuk én leülök a tévé elé, benyomom, hogy én most a netflix Netflixet akarom nézni mondjuk a tévén, és a rendszerem erről értesít minden egy egyéb eszközt, így a mondjuk a duga éppen bekapcsolja azt a lámpát, ami mondjuk mögöttem van, hogy egy háttérvilágítás legyen, lekapcsolja a nagy lámpát, leengedi a redőnyt, lejjebb veszi mondjuk a légtisztítónak a éjszakai módra a sebességét, hogy ne zúgjon hangosan. Ekkor már haladunk abba az irányba, hogy mondhatjuk, akkor tényleg okos otthonrendszerünk kezd lenni ebbe az irányba. Magától ettől az egy eszköztől nem lesz okos, viszont ahhoz jó irányvonal, hogy ebbe az irányba elkezdjünk mozogni, és megismerkedjük. Hogy egyáltalán mi az, amit szeretnénk okosítani? A dugajok mellett ugye adás előtt egy kicsit nézegettünk termékeket, Igen. és nekem ami nagyon tetszett, és ez szerintem egy tök jó megoldás, hogy ez a elmentem otthonról, itthon vagyok kapcsoló, Igen. Ilyet, erről se hallottam még, hogy van egy kapcsoló, ugye, ami a Rendszerint gondolom a bejárati ajtó mellett mellé van telepítve, és az össze van kötve minden egyes olyan uh -huh. eszközzel, ami tud vele kommunikálni, és beállítod neki előre, hogyha én azt mondom, hogy na csak elmentem, akkor ő akkor minden azokat így van kapcsolva, le. és ezen felül. Oké, okay, ez egy, tényleg egy okos kapcsoló, uh -huh. mert hogy ez így összefog mindent, és csak egyet kell menni. Mit tud még? egy Nem ez, hanem egy másik okos kapcsoló, mert hogy nyilván az, hogy lekapcsolja, felkapcsolja magát, és amit én a telefonomról irányítok, oké, okay, és még... <sítható> Igen, ezért van az, hogy egyes eszközöket, hogyha kiragadunk, akkor vajon mit fog? Tehát egy kapcsoló nem fogja megfőzni neked magától a reggelit, meg különböző dolgokat sem fog csinálni. Egy kapcsoló, lássa le azt az a funkcióját mindenképpen, hogyha megnyomom, akkor valami, amit én azt mondom, hogy kapcsolódjon fel, kapcsolódjon fel. Ugye a pluszokat ott tudjuk egy, akár egy kapcsolónál is megadni, amikor mondjuk így ezeket a egyszer nyomom, kétszer nyomom gombokat aktiváljuk, akkor mondjuk ugyanabban a helyiségben más lámpát kapcsol fel, vagy más világításképet kapcsol fel. Erről meg fogunk beszélni, mi ez a világításkép. Vagy akár dimmelni, tehát ugye a fényerősséget változtatni, hogyha hosszan nyomom, akkor változtassa. Pusztán olyan dolgokról beszélünk, amit egyébként a hétköznapban más megoldással is meg tudnánk oldani, csak nem mindegy, hogy hol. Tehát, hogy vésés faragás és egyebek nélkül kvázi, most megvettem a boltba, felragasztom és működik megoldással használhatjuk ezt. Ezt pontosan akkor érdemes ezen gondolkodni, amikor albérletben vagyunk, vagy utólag kell valamit, és tényleg nem szeretnénk szétvisni mindent, akkor ezek tökéletes megoldások lehetnek. És mert én ezen is tök sokat gondolkodtam, hogy nem mostában fogok házat építeni, de tegyük fel, uh -huh hogy mi a, a tapasztalatod uh -huh. szerint, mi a jobb megoldás. Tehát, ha én most nullára húzok fel egy házat, vagy lakást felújítok, akkor már érdemesebb abba gondolkozni, mert gondolom ezekből van beépíthető is. Tehát a dugajból is van beépíthető, kapcsolóból is van, igen, tulajdonképpen igen. beépíthető, tehát ami egyből a hálózathoz kapcsolódik. Tehát melyik a jobb megoldás szerinted, mert én úgy tudom elképzelni, hogy mivel ezek azért, annál több dolgot Kezelnek, mint hogy a manuális kapcsoló, mm -hmm. hogy fel-lekapcsoló. Szerintem én, mint egyszerű felhasználó, én még mindig ezeket a röfis dugajokat használnám, nem az egybe beépítetteket, mm -hmm. mert nekem az nem tudom, még olyan kicsit olyan idegen, hogy ha elromlik, akkor mi van. Nagyon jó a kérdés, mert csak azért is, mert legtöbbször. Pont ezek szoktak előjönni. A legfontosabb az, hogyha új otthon szeretnénk, és elkezdünk gondolkodni rajta, hogy majd legyen valamilyen okosítása, akkor már az elején, elejétől érdemes végigmenni ezen. Mert ha új otthon akarunk, akkor jó, hogyha képbe vagyunk a saját elképzeléseinkkel. Mit is akarunk <gül> pontosan? <gül> ugye? Tehát, hogy ez, ez, ez az, ami... Hát a, szerintem ebben sokan nincsenek tisztában. Az a baj, hogy ugye az, az ember úgy van, hogy mit felkapcsolni a lámpán, mit? Világos persze, csak ott vagyunk egy házban négyen öten, a háznak is vannak adottságai, az, hogy kik laknak benne, annak is vannak. És ugye nézhetünk egy pillanatnyi állapotot, de egy házba általában legalább 15-20 évet leszeretnénk úgy simán húzni, hogyha építünk egy házat. Tehát úgy érdemes gondolkodni, hogy azért ez folyamatosan megfeleljen az eredeti kialakítás annak, amit majd utána változtatunk. Megszületik a gyerek a, a dolgozó a gyerekszoba lesz, felnő a gyerek közben, ide-oda kerül az ágya, stb. stb. Aztán elmegy a gyerek, lehet megint dolgozó szoba lesz, vagy biliárdszoba, vagy bármi, tök mindegy valami. Tehát, hogy ezekre valamilyen szinten úgy kell kialakítanunk az otthonunkat, hogy, hogy ezekre rá legyünk készülve, és ne úgy alakítsuk ki, mint majd a Snow berakjuk azt a német háztartást, ahol 50 valahány dugaj, meg, meg e fölötti kapcsoló van, ahol minden, ez egy német, hát olyan 100 négyzetméteres ház lehet nagyjából, és ugye ezt úgy oldották meg, hogy nem okos volt, hanem 200 millió kapcsolót raktak, és ha minden egyes lámpát külön lehetett kapcsolni, és mint a... Tehát a házban megjelenik az, ahol egy dolgozóasztal alatt 15 darab dugaj van, fali. Nem elosztó, fali dugajt hát, felszerel. na, hát hát, ha kell. Igen. <laughs> Igen, tehát, hogy... Biztosra mentek, szerintem. Abszolút. Az... <gül> <gül> tehát, hogy mindenre kell gondolni, de azért ésszel. Tehát, hogy pont az lenne a jó, hogyha ezt úgy tudnánk megvalósítani, hogy, hogy elő van készítve valahogyan, és ez az okos otthonoknál, ha egyszerre nem... Tehát nagyon jó, hogyha az ember az elején meg tudja valósítani az összes elképzelését, mert annyi pénz, idő és minden egyéb áll rendelkezésre, hogy akkor azt szereljük be, akkor legyen így. De hogyha ez nem így van, és az esetek elég jelentős részében nem így szokott lenni, akkor viszont érdemes úgy indulni, és úgy elkészíteni a, a tervünket, ahogy a ház terve is elkészül, hogy tudjuk, hogy mi az, amit mondjuk először meg szeretnénk valósítani okos otthonból, és amit mondjuk 5 vagy 10 éven belül szeretnénk megvalósítani. Tehát nem feltétlenül hogy rögtön kell mindent, ugye az nagyon jó, hogyha tudjuk, mert akkor rögtön úgy tudjuk kialakítani, de mindig érdemes, hogy legyen egy olyan elképzelésünk, hogy oké, okay, most a világítást meg mondjuk a fűtést okosítom, de mondjuk a jövőben majd valamikor 3-4 év múlva mondjuk zsalúziát szereltetek a, a nappalira, aki nem tudja, mi az a zalúzia, az a külső reluxa, mondjuk így. Tehát, Aha, és tudtam. Igen, de azért most mondom, is. most ezért is mondom, hogy ez, úgy kell elképzelni, ugye, hogy, hogy sok kis lapocska, aminek el lehet fordítani ja, igen, a, a lapját, igen. és akkor az egy egységes nagyjá áll össze. Uh -huh. Ez kívülről is lehet. Ugye ennek az a nagy előnye is általában olyan. A reluxa. Igen, olyan, mint a reluxa, igen, csak ez csak kívülre egy megy, egy és nagy, kívül. Igen. így van. Oké, okay, megvan. Ez a zsalúzia. És. Ennek ugye az a nagy előnye, hogy úgy lehet állítani mindig a szöget, hogy közvetlenül ne süssön be a nap, de valahogy beérkezzen. Tehát lehet tegyük fel, hogy ezt nem építi az ember rögtön be, de majd idővel szeretne, akkor ezeknek vannak pontjai, amit ki kell építeni. Tehát nyilván menjen oda majd áram, legyen helye a doboz, amiben belerakják. Tehát, hogy Ezeket mindet előre lehet tervezni, okos otthonnál is így van, hogy vannak olyan fogások, alapfogások, mint például mindenhova kerüljön be nulla vezeték, én földvezetéket is szoktam javasolni, tehát ahol kapcsoló van, hagyományos megoldásnál általában bejön a, a fázis, az áram, meg elmegy a lámpa szálnak, hívják, ami a lámpához megy. De ezen kívül, tehát legyen ott egy fázis, meg egy nulla, mert a legtöbb eszköz, amit utólag beépítünk, legyen az kapcsoló vagy bármi, azok azért szeretik, hogy ők közvetlenül kapnak nullát. Vannak olyan megoldások, amik nem nélkülzik a nullát, de másképpen megoldják, tehát átfejetik az áramot a, a, az izzókon vagy hasonló, de ez nagyon jó, hogy ott van, mert a, akkor biztosra megyünk. Ez egy viszonylag mondjuk úgy, hogy árban kedvező megoldás, mert nem kell plusz fúrás faragással számolni, és akkor már gondoltunk erre, illetve ami nagyon fontos ilyenkor, hogy mély dobozokat kell kérni. Ennek az az oka, ez a szerelvénydoboz az, amiben a kapcsoló belemegy, amit a falra felrakunk. Ezt, ezt tudom Igen, ez de azért biztos, ami biztos. És ebből a mély az azt jelenti, hogy legalább 6 cm legyen a mélysége a doboznak, hogy ott, ha átmennek vezetékek, attól függetlenül még vagy egy mélyebb eszköz, vagy pedig egy úgynevezett pogácsor elé, az egy utólag beépíthető eszköz, amivel okosíthatjuk a kapcsolunkat, az beférjen. Uh -huh. Úgyhogy ezek a, az alapötletek, és akkor térjünk vissza a vezeték vagy vezeték nélküli kérdésre. Ez nagy dilemma mindig. <laughs> tehát, hogy az én javaslatom mindig az, hogy, hogy gondoljuk végig, hogy mit szeretnénk. Tehát, hogy az ablakokat, meg általában, hát a, a világítás még arrébb is lehet, de mondjuk ablakokat ritkán rakunk arrébb, tehát, hogy a, a redőnyvezérlés az például olyan dolog, ami tipikusan lehet vezetékes alapból. Itt végig kell gondolni azt, hogy ha van egy nappalink, ahol mondjuk van... 10 darab redőny, akkor nem feltétlenül akarunk 10 darab kapcsolót a falra, megint csak a német házból indulnék ki, hogy végig zongorázzuk a beállításokat, hogy hogy tetszik nekünk a redőny beállítása, hanem vannak olyan alapfunkciók, ugye, amikor teljesen fel van húzva az összes redőny, teljesen le van húzva, hogyha éppen redőnyről beszélünk, akkor, hogyha ha teraszajtó van, akkor nyilván a teraszajtónál legyen felhúzva, minden más lehúzva, tehát hogy mondjuk három-négy olyan állapot van, amit úgy szeretünk beállítani, és ezen kívül azért nem szoktuk mindig állítgatni a redőnyt, hogy most éppen 25%-ra szeretném lehúzni vagy felhúzni, ilyenkor ezt megoldhatom mondjuk egy vezeték nélküli vagy vezetékes rendszerrel és akkor dedikált kapcsoló van, ahol ez a három vagy négy gomb van, és nem pedig az összes külön vezérlése, azt meg lehet oldani alkalmazásból. Tehát mondjuk egy táblagép felkerül a falra, vagy telefonról, hogyha te nagyon szeretnéd, akkor állítgathatod az adott redőnyöket, de mivel ezt az esetek 99 ában nem használjuk, pont úgy, mint a mosógépnek a 32 programjából is használunk mondjuk ötöt, jobb esetben, vagy annyit sem, itt is ugyanez van, hogy, hogyha kell, akkor elővesszük arra pont jó, hogy telefonról vagy fali tabletről tudjuk ezeket vezérelni. Ezt mind vezetékes, meg vezeték nélküli megoldásokkal is meg lehet oldani, de ezekre gondolni kell. Tehát, hogy ezeket akkor valahova rakni kell. A kapcsolót is oda kell rakni majd valahova. Tehát ezeknek a helyét ki kell alakítani. És hogy melyiket javaslom, én azt szoktam mondani, hogy egy biztos van egy elképzelésünk, és ez utána úgyis mindig átalakul. Az okos otthon is nagyon változó, szintisztán csak vezetékes rendszer nem fog létezni a, a házunkba. Egy pillanat el fog érkezni, amikor be fog kerülni oda, hogy oké, hát eredetileg vezetékes rendszerre elkezdtem így, és lehet, hogy még kéne bővíteni, mert ide még raknék egy kapcsolót, mert oda. Újházról beszélünk, ugye mindig előjön az újháznál, bármilyen jól van megtervezve az adott ház, benne laksz három hónapig, és rájössz, hogy ó, hát ez nem jó helyen van. Ez a kapcsoló, ez pont nem ide kellett volna, nem a másik oldalra és akkor mondjuk előjön az, hogy simán megvalósítható, erre a kapcsoló helyére, hogyha ott volt a föld, meg a nulla is, akkor oda be tudunk rakni egy dugajt, másik oldalon meg felnyalunk egy kapcsolót, amivel kapcsolód közvetve a a világítást, és, és megvan oldva. Tehát, hogy itt az, hogy most a vezetékes jobb, vagy vezeték nélküli, nyilván megint az jön elő, hogy a vezetékes rendszernek rendszert nehezebb zavarni, ugye egy vezeték nélküli rendszerben, hogyha ide-oda tologatjuk bútorokat, meg, meg me mászkálunk a, abba a térbe, ahol, ahol ez a kommunikáció történik, az nyilván valamilyen szinten befolyásolja. Nem mondom, hogy zavarja, de befolyásolja ezeket az eszközöket. Ez azzal jár, hogy nekünk, hogyha ha extrém eset van, egy páncélszekrényt raktunk be a nappalinkba, és az leárnyékolja a vezeték nélküli kommunikációt, akkor előfordulhat, hogy valamit tennünk kell jelismétről berakni, vagy hasonlók. Azért ritkán rakunk páncélszekrényt a, a nappalinkba, utólag be azt mindig a pincébe rakjuk. Jobb esetben, de hát vagy a hálószobában a, a fénykép mögé tudod. Igen. Igen, de hogy, hogy azért ez az ritkán fordul elő, tehát itt megvan az a szabadságunk, hogyha nem idegenkedünk attól, hogy rádiós kapcsolat legyen, akkor, akkor azzal is működhet. A rádiós kapcsolatnál és főleg azoknál az eszközöknél, amelyik a farragasztós ragasztós kapcsoló példáját hozom, mert az, az, az elég jó. Ezeknek áram kell, és ezek általában elemesek, tehát azt mérlegelni kell, hogy ilyenkor ezek három-öt éven belül lemerül az elem, tehát azt egyszerűen ki kell cserélni. Általában ez a három-öt éves időtartam ez áll náluk, tehát nem, nem fél évente kell uh -huh. kicserélgetni. De ezzel számolni kell. Nyilván egy vezetékes rendszernél, ahol megkapja a betáplálást alapból ez a, és általában mindig ezek a végeszközök kapcsolók, érzékelők jön elő ez a, a, az elemes történet, mert az a fali kapcsoló, amit felrakunk a falra, és közvetlenül kapcsolja a lámpát, tehát hogy amivel okosítjuk mondjuk akár utólagosan is a megoldásunkat, az állandó betápot kap, ugye, tehát abban nincsen ilyen. De az összes többinél ez az elem cserélés előfordulhat, tehát ez ezzel kell számolni. Úgyhogy itt nagyjából én azt szoktam mondani, hogy képzeljünk el először azt, hogy mit szeretnénk. Mi az, amit szeretnénk automatizálni, és utána érdemes, ha új lakásról beszélünk, és ezt valaki ki fogja vitelezni, akkor már nyilván az okos otthont is valószínű az első Rtapban legalábbis valaki telepíteni fogja, akkor meg telepítőt válaszunk. Mert egy nagyon komoly rendszert is nagyon el lehet baltázni egy, egy nem jó hozzáállással, mm. hogyha jön a telepítő, aki nem ért, igazából nem érti azt, hogy mi mit szeretnénk. Azzal szokott a legnagyobb probléma lenni, hogy hogy nincs meg az a kommunikáció a tulajdonosától, meg a kivitelező között, hogy figyelj, én ezt, meg ezt, meg ezt szeretném, előre nem tisztázzák, hogy oké, okay, így nézzen ki. Az emberben nyilván új ház esetében is kering egy csomó minden, hogy most, most berakjam, ne rakjam, hát úgy látom ez jó, akkor mégis amaz be kéne rakni, és akkor itt jönnek az ellentétek, tehát azért, hogyha a telepítőben jobban van az ember, és azt mondja, hogy oké, okay, ő látja az én problémámat és tudja, hogy mit szeretnék, akkor igazából egy bizonyos határ után fölött, mondjuk úgy egy limit fölött, mindegy, hogy milyen rendszert választok, mert amivel én találkozom, az a falon lévő kapcsoló, meg az alkalmazás. Az, hogy ott éppen milyen kis bütyőt építünk be, ebből az irányból minket piszakul nem érdekel, ami érdekel az, hogy hogy az alkalmazáson keresztül mit látunk, úgy működik-e az összes funkció, ahogy szeretnénk, meg esetleg az, hogy utólagosan mit tudunk bele pakolni. És akkor itt még egyet válaszok, most már jó hosszú nyújtottam a beszédet. Ja, ja, nyugodtan már. A bizalmatlanság az okos eszközökkel kapcsolatban. Ez ugyanolyan, hogy nem csak nálad mindenkinél felmerül, ugye, hogyha egy olyan eszköz szerelek be a falba, ami nem csak egy vezetékből, meg fémdarabokból áll, mint mondjuk egy meg műanyagból, mint a hagyományos dugaj, hanem kvázi okosítás van benne, tehát van benne mondjuk egy relé, az valahogy kommunikál. Mi lesz, hogyha ez elromlik? Hát Két dolog van, az egyik azért ezek kb. olyan gyakran romlanak el, mint egyébként más beépített eszközök, tehát ha azt mondom, hogy a, hogy a biztosítékokat elég ritkán kell cserélni egyébként, mert tönkre megy az alapbiztosíték csak úgy. Ezeknél az eszközöknél is igaz, megint van egy limit persze, tehát hogyha, hogy melyik eszközt hol vásároljuk, de azt mondom, hogyha egy, egy hagyományos neves gyártótól, aki egyébként gyárt szerelvényeket, ebből most hármat-négyet rögtön tudnék mondani, ott van a Le a Schneider Electric, az Elko akik gyártanak, mit tudom én már mióta Szerep, vagy berker, hogy mondjak németet is, gyártanak nagyon régóta alapszerelvényeket, alapkapcsolókat, és ők gyártanak okos megoldásokat is, ugyanúgy, hogy azok úgy szolgáljanak, ugyanaddig szolgáljanak, mint a, mint a buta testvéreik. Uh -huh. Tehát, hogy ez ez nem okozhat problémát. Itt igazából az a kérdés, hogyha tegyen fel, valami elromlik, az milyen energiabefektetéssel és pénzbefektetéssel tudom majd kicserélni. Tehát, hogy tegyen fel, elromlik a kapcsolom a, a falom, valamiért, akkor be tudok-e menni a az elektromos boltba, és azt mondom, hogy ilyen kapcsolót kérek, mint ahogy elromlik kiég az izzó lámpa, vagy izzó a lámpába, vagy hasonló, bemegyek a, akármelyik barkácsboltba, és leveszem a polcról, és ebbe az irányba megyünk, tehát, hogy bemegyek, elhozom, berakom, és működik. És onnantól kezdve igazából az most számunkra tök mindegy, hogy az most okos volt, vagy nem okos volt, működjön, amikor működnie kell. Ah, igen, ezt ma pont beszéltük a adással, hogy most már egyre több helyen, meg egyre több nagy elérhetőek ezek a dolgok, hogy és akkor én itt szembeállítanám amúgy az izzókat, mert megint egyszerű felhasználó agyával gondolkozva, ami, ne, ami az én fejemben van, hogy nekem az izó viszont sok ebben a kérdéskörben egy sokkal, hát nem is tudom, egyszerűbb megoldásnak tűnik, mert ugye azt az izzót magát is tudom felle kapcsolni. Tehát nem kell falba fakolgatnom dolgokat, hanem az izzót, aztán úgyis sűrűben cserélem meg az izzókat, az mm. alapkörtéket, meg hát az, hogy RGB-be világít, azért az milyen menő. Szóval, hogy hogy nekem valahogy az a megoldás jobban tetszik, hogy akkor betekerek okos izzót minden olyan hely. Mm -hmm. És akkor itt kérdés, mert ahol én lakom, ott ilyen spotlámpák vannak, már mm -hmm. abból tudom azt hiszem, hogy abból van Igen. okos, de vannak ezek a kis ilyen üveg. Igen, amik egy kicsit van. Igen, Nincs. Na, ott van, ilyen. Na, ez. Mert nekem olyannal van elég sok helyen, és már gondolkoztam, mert ezek ilyen sorban vannak. Uh -huh. És a, pont olyan hülyén van összekötve a, a lámpával, vagy a, tehát uh -huh. a kapcsolóval, hogy pont nem úgy világít, ahogy kéne, Én, és így tökre meg kéne fordítani az egészet. De hogy nekem ez tökre egyszerű, vagy. Egyszerűbbnek tűnik, hogy akkor vannak izzóim, és mm. akkor azt kapcsolgatom, és akkor nem kell szórakoznom a kapcsolóval, tulajdonképpen, mert akkor azt egyszer felkapcsolom, és akkor tulajdonképpen van, van. kapáramot. Szóval, hogy nekem ez a vonal így egyszerűbbnek hangzik. Egyszerűbb is, és azért tud magával problémákat vonzani. Az egyik dolog az, hogy a még a, az a verzió, hogy kapcsoló van a falon, és az tök mindegy, mi történik, kapcsoló és, és megnyomod és, és működik. Okos dugajon is ott van a kapcsoló, megnyomod és működik. Az izzónál ez nincs meg. Tehát az izzónál általában úgy néz ki, most tök mindegy, hogy meggyártónak a, a megoldását, Philips út, vagy, a, vagy az IKEA-nak a megoldását nézzük. Ugye, ha bemész és veszel egy okos izzót, általában jár hozzá egy kapcsoló. Ezek úgy össze vannak párosítva, tehát függetlenül bármi mástól távirányítva tudod kapcsolni fényerősséget szabályozni, színhőmérsékletet, színt, simán. Na most ezeket nem mindegy, meg itt, meg innen az jön elő, hogy nem mindegy, hogy miért veszel. Nagyon jó, igen, és tényleg egyszerűbb az, hogy becsavarod, a saját kapcsolójával tudod kapcsolni, alkalmazásból is tudod kapcsolni. Előjön a kérdés, hogy mi lesz, hogyha lekapcsolja valaki a, a kapcsolót megszokásból jön a nagymama és a sima kapcsolót kapcsolgatja, nem a kicsi hozzáadott kapcsolót, akkor buta lesz az izót, soha többé nem tudod addig, amíg nem kap háromot nyilván kapcsolni. A, erre van egy nagyon jó analóg módszer, papír, cellux, ne kapcsol. <laughs> <laughs> Szikszalaggal elragasztani. Ugye én ezt mindig elmesélem, hogy én ezt a, ezen a problémán már egyszer túlestem eléggé kellemetlen módon. Tehát én ugye azt csináltam, hogy kis a szerelvénydobozba raktam egy nagyon pici kapcsolót, elrejtettem a, a szerelem dobozba és a szerelvénydoboz elejére Szereltem rá a kapcsolót, a rádiós kapcsolót. És itt jön elő a, a probléma, amivel számolnunk kell, hogy normál üzemben ez teljesen jó, működik, fölkapcsolód le, ha senkit nem zavar. Igen ám, de ha mi történik, hogyha van valami, és itt az izzó környékén elég könnyen tudunk valamit csinálni. A Philips Hue kivételével az összes izzója, hogy bizonyos számú fölle kapcsolás után alaphelyzetbe áll. Vagyis elveszti az összes kapcsolatát. Micsoda? Igen. Tehát azzal tudod veszetelni az izzót, hogy ötször-hatszor egymás után két másodpercen belül fölle kapcsolgatod. Ezt, hogyha táviránytól csinálod, csinál, akkor nem zavarja, csak hogy az államot fizikailag elveszed alóla. Ugye ez mikor történhetne mert Hát nem történik meg. Hát de, sajnos igen. Ugyanis a, a villamos hálózat úgy néz ki, hogy ha terhelést kap a villamos hálózat, akkor van egy transformátor valahol a közelbe, transformátorház, és azért, hogy a transformátor megvédje a hálózatot, túl terhelés esetén lekapcsol, majd újra visszakapcsol. És ő képes megtenni ezt, hogy két másodpercen belül nagyon sokszor föl lekapcsol, és akkor ott állsz a, a házban az okos hogyha. Hülyén. Azért hülyén, mert mondjuk ha ez általában nem akkor szokott megtörténni, amikor te ott vagy, és egyébként borokatú ráérsz, és akkor rendben rakod, hanem mondjuk vagy nem vagy ott, mert 800 km-rel vagy valamiért, vagy éppen éjszaka van, mondjuk hajnali fél kettő, és akkor csinálja. És akkor ilyenkor az izzók mit szoktak csinálni, ugye, amikor ezt az ötszöri Hatszori szori kapcsolgatás reszetet csinálsz, világítanak. Na most a hálószabába alszol, és így bejön a mit tudom én, hány Máren száz lux. Van, igen, isten. igen az a sok száz lux így be, benéz az arcodba. Nem biztos, hogy tudod, hogy miről van szó, meg hogy mit kell csinálni. Arról meg nem is beszélve, hogy akik veled ott vannak, mondjuk úgy, hogy Erősen nyomást gyakorolnak rá, hogy ezt a nyomaját ragd a rendbe, oh de old, old, old lehetőleg minél gyorsabban, és különben is minek akartad te ezt a nyomaját, amikor egy normális kapcsoló nem csinál ilyet. Ez megcsinál, tehát hogy, hogy előkerülhetnek olyan problémák amire számolni kell. És hogyha van a falon kapcsoló, akkor nagyon egyszerű, mert fogod és lekapcsolod, és majd reggel megcsinálod. De hogyha nincs kapcsoló, vagy úgy csináltad, ahogy én, hogy szépen beszerelted mögé, mert hát ott a falon mi rájön a kapcsoló, akkor neked azt le kell szerelned, hogy kikapcsoljad. Vagy, ha ügyes vagy, akkor a központi vezérlő, elektromos vezérlő szekrényből fogod és lekapcsolod, és, és kész, és megvan oldva. Szóval erre vigyázzunk, hogy, hogy ilyenek előfordulhatnak, hogy a, a falon ott van valahol az a fizikai kapcsoló, vagy a villamos szekrényből le tudjuk kapcsolni, fel tudjuk őket Kapcsolni, az egy nagy segítség lehet ilyenkor. Nekem még ami. és ezt mindig elő fogom hozni, szóval hogy szerintem a következő adásban majd térjünk rá így, a, mert azt talán így ebben a relációban izgalmasabb, így a fűtés és termész, mm -hmm. és a, a, akármi. De hogy amikor én a, arról beszélgetünk, hogy okosítom az otthonomat, és tényleg abból indulok ki hogy építek egy új házat, és akkor már gondolok erre, akkor nyilván ez nekem financiálisan az egyik oldalon nagyobb kiadást jelent, uh -huh. mert hogy ezek az eszközök nem sokkal, de valamennyivel azért drágábbak, mint az egyszerűbb eszközök. Igen ám, de mivel hogy okos, én azt várom el tőle, hogy bizonyos idő múlva visszahozza az uh -huh. árát, megtérüljön hogyan térülnek meg, mert az tök jó, hogy én láttam a dugajon, hogy mennyit fogyaszt, de szóval, hogy milyennek a metodikája, mi, hol van az a szint, ahol már olyan okos, hogy akkor, ha tudja minden lépésemet, és tudja minden életmód, nem tudom, ilyen lekövetésemet, uh -huh. hogy reggel uh -huh. ezt kapcsolja föl, tehát, hogy hol van az a szint, ahol tényleg elkezd megtérülni ez az egész. Mert nyilván szerintem így az alapja, ez, ez kell, hogy legyen, Abszolút. Úgyhogy tudod, van az a mondás, hogy a cégünk három dolgot tud, gyorsan, jól és olcsón dolgozni, válasz kettőt. Itt is ugyanez van, hogy a kényelem, a biztonság és az energiahatékonyság hármasa van, és ezek egymásról vására tudnak menni. A fűtés azért jó példa, mert a legtöbb esetben, hogyha utólagosan okosítjuk az otthonunkat, akkor a, a fűtésvezérlés az, aminek a legtöbbet lehet spórolni. Tehát ott akár olyan 20-30-40 százalékokat is attól függ, hogy milyen ingatlanba oldjuk meg ezt a, a fűtés történetet. ott előjön. Az egy újépítésű otthonban, ahol halára van szigetelve minden, lehet akár mondjuk úgy megoldva, hogy passzív legyen a ház, akkor ott már... Mivel mondjuk ott ebben az esetben a hűtés meg a fűtés éves költsége az eszköz alapárával vetekedik vagy annál kisebb, ilyen szinten soha. Nem fog megtérülni. Még mondjuk egy retrofit megoldásban, amikor van egy, egy akármilyen építésű, egy régi építésű kockaházunk, mondjuk, ahol fűteni kell, és havonta nem tudom hogy hány ezer forintnyi gázt elfűtünk. Mm -hmm. És ehhez képest, ha tudjuk szabályozni a hőmérsékletet, nem vagyunk otthon, utólag rá tudunk nézni, akkor fűtjük fel, csak amikor haza megyünk előtte, akkor meg tudjuk oldani ezt a 20-30 százalékos megtakarítást. de a du villanyoknál? dugajnál, ugyanez a történet. Tehát, hogy a, a dugajnál, ha elmegyek és lekapcsolom, és nem marad felkapcsolva, egy nagy fogyasztó, tehát hogy, hogy azt mondom, hogy egy, mondok például mobil klíma, vagy hasonló van rajta. Annál előjöhet az, hogyha nem vagy, elmegyek otthonról, akkor lekapcsoljon, és akkor az nekem spórol pénzt. De ezeknek elsődlegesen nem az a feladata, hogy megspórold az áramot, ezek általában kényelmet, meg a biztonságot tudják növelni, nem hagyom bedugva otthon a, a, a vasalót, vagy a hajegyenesítőt, vagy akármicsodát, és ég le a ház. Ez a biztonság iránya. Látom az egy esetleges állapotokat, és a kényelem iránya. Az energia megtakarítás testének akkor jön elő, hogyha hogyha olyanokról beszélünk, hogy nagy fogyasztókat tudunk vele uh -huh. kikapcsolni. Vagy azt mondom, hogy be van dugva a hűtő, és látom, hogy a hűtő egyfolytában jár valószínű szervizelni kell hamarosan, és ezt megejtem előre, akkor ott nyilván megtakarítok valamekkora összeget. Van egy ismerősöm, akinek úgy van megcsinálva Angliában, és úgy van megcsinálva, hogy van kint egy kamerája, uh -huh. amit lát, És hogyha mozgás van, és olyankor van mozgás, amikor nincs od, otthon, od. akkor ugye ő játszik, mert Igen. neki is van egy-két izzója. Uh -huh. Én a biztonságnál, amikor mondtad a biztonságot, én erre gondoltam, de akkor ezek szerint nem. De hogy, ja, hogy ez hogy is. Le, tehát, hogy ez is egy, egy megoldás lehet. Szóval akkor tulajdonképpen azért nem akarok belemenni a fűtésbe, mert azért az egy, Igen. Az egy nagy, téma, nagy téma. Tehát erről beszéljünk. A, de hogy e, amikről beszéltünk, az izzók, kapcsolók, dugajok sokkal inkább kényelmi. Így van, tehát igen, el. igen, tehát most már csak azért is, mert amióta mondjuk ledizunk van, és mondjuk 11 wattot fogyaszt óránként, most összegben, ha azt mondom, hogy 8 órán keresztül világít, vagy lekapcsolom, okos módon, uh -huh. akkor spóroltam vele 150 forintot tegyem föl, akkor nagyon-nagyon sok időnek kell eltelnie, hogy véletlenül felkapcsoljam 8 órán keresztül, hogy úgy hagyjam, és megtérüljön. Tehát itt, itt mindig ezek ezek jönnek elő, hogyha ha az alapköltségünk nem rúg olyan nagyra, akkor az a 20%-os megtakarítás ugye csekélyé válik. Viszont ahol egyébként ezek majd tudnak nagyot hozni, az az otthoni energiamanagement. Tehát, hogyha ha már nem csak energiát fogyasztunk, hanem energiát termelünk mm, is, aha. és ugye ha megszűnik, mondjuk most arról beszélünk, hogy van otthon napelemünk, ne talán tudjuk valahogy tárolni, elektromos autónk van, vagy, vagy powerwallunk van, vagy valami a falon, Megszűnik a szaló elszámolás, és kvázi az áramot nem az év végén fogják elszámolni, hogy mennyit termeltél nem, hanem mondjuk úgy, hogy Realtányban, ugye nagyon sok országban, hogyha azt nézzük, hogy Ausztráliában úgy működik kvázi tőzsde jelleggel az áram, és vannak olyan pillanatok, amikor negatív Németországban is volt ilyen, hogy negatív az áram ára, tehát, hogyha valaki el tudja tárolni, akkor kvázi fizetnek érte. Uh -huh akkor egy lakás szinten is hasznos lehet ez, hogy a nappal megtermelt áramot le tudjuk menedzselni, le tudjuk tárolni, tudjuk, hogy mekkora az energiaigényünk, és mondjuk úgy kapcsolunk vele fogyasztókat. Ja, igen, ez pont, ugye most mennek ezek a lakosságnak is lehet pályázni Így van. napelemre, és van. megint egy másik ismerősöm, uh -huh. és ő most pont ezt csinálja, hogy méri, és dugajokkal, meg uh -huh. ezzel azzal méri, hogy jó, akkor számoljuk már, ki, hogy úgy átlagosan én mennyit költök, és most már egész régóta csinálja, és így most már tökre Látja, ki, ki hogy tudta, mi az, ami. igen, uh -huh. ki tudta számolni. Mert nyilván ezt látod a fogyasztás, vagy amit rá. Igen, igen, igen. Csak hogy. Pontosan mit csinálja. Igen, me, uh -huh. meg hogy hol, mi. Meg, mikor. meg uh -huh. nekem kell-e ez egyáltalán, igen. hogyan, mikor használom, mert ugye az a jó, hogy azt nem, már most nem tudom mi volt, de hogy ugye van egy egy kiugrás, hogy egy-két nap használ egy eszközt, uh -huh. és az utána nem kell, és akkor mondta, hogy jó, akkor azt valahogy egy kicsit át lehetne módosítani, és akkor így lett ugye leadva azt, hiszem, uh -huh. hogy mi a az igény, ami, hát igen, erre, erre, erre nagyon jó, szóval, hogy ezt, ezt, már így hallottam. Amit még én akarok kérdezni, és mert mondtam már így termékeket, uh -huh. de, de szerintem konkréti is, hogy neked így a, így a nagy ismeret, uh -huh. vagy a nagy merítésből mi az, ami, melyik azok a termékcsaládok, amiket uh -huh. így, így szeretsz, meg használtál is már, meg amit így kvázi ajánlasz. Abszolút. Tehát, hogyha elindulok, akkor nem mondhatok más, mint a, az okos világítás nagy a Philips hue -t. Ugye a Philips hue a az árérték aránya nagyon jó, ha magát csak az árát nézzük, akkor azért ő egy felsőbb kategóriában van. Viszont piszok egyszerűen lehet telepíteni, nagyon sok mindent tud, tehát hogy a színhőmérsékleteket tudja, a fény színét tudja állítani, ugye mindenféle egyéb automatizálásokat be tudunk hozni az előző adásban beszélt karácsonyi, halloweeni világítás, stb. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen szinten mindent tud. Nem sok gond van a telepítésével, tehát tényleg annyi, annyi, főleg a legújabbakkal, ott Bluetooth-on párosítod a, az izzót a, a központtal, és akkor onnantól kezdve megy. Hogyha ez nekünk a pénztárcánknak elsőre magas, akkor tudunk más termékeket is válogatni. Ugye a Philips Hue-nál azt kell tudni, hogy ahhoz kell egy központ, ő Zigbin kommunikál, tehát kell mindenképpen valami, ami, amin beszélget. A Philips Hue-nak ugye a tulajdonosa már egy ideje a Signify nevezetű cég, és ők vettek meg egy mondjuk úgy, hogy egy gazdaságosabb megoldást, és ugyanígy húzták fel, ez a víz tuplavi ízével jelölik. Itthon nem terjedtem még annyira, most már van azért egy-két megoldás, tehát hogyha bemegyünk a, mondjuk azt, hogy az Obi-ba, akkor az Obi-ba is meg fogjuk találni az Obi okosítszó megoldását, ami pont ezen a WISZ protokollon kommunikál, és nagyjából ugyanezt a könnyebbséget adja, mint a, mint a, a Philips Hue irányvonal. Nála az előny az, hogy ő Wi-Fi is tehát hogy a Wi-Fi kommunikál, nem kell hozzá külön gateway, és nyilván hozzá a problémáját is a, a wi fi eszközöknek, hogyha elárasztjuk a, a wi fi sok ilyen eszközzel, akkor nem fog a, a Netflix stream rendesen menni, hogyha nem dedikálunk hozzá. Tehát azzal is foglalkozni már kell akkor egy idő után, de általában működik alapból ez a, ez a megoldás. Aztán ott vannak a, azok a megoldások, amiről már beszéltünk is, tehát az IKEA-nak ott van a megoldása, például az IKEA -okos hizzói, ami egy szerintem árban nagyon jó megoldás király és árértékarányban is jó. Ő nála is úgy működik, hogy ő ugye, ugyanúgy, mint a Philips jó ad alapból egy kapcsolót az izzóhoz, attól még nem lesz idő okos, csak távirányítós. Hogyha ezt okosítani szeretnénk izzó szinten, akkor lehet venni hozzá. Hát náluk jeltovábbítóként hívják egy ilyen kerek központ, én központnak hívom, kerek eszköz, ami biztosítja azt, hogy a Zigbee kommunikációt átrakja a wi re és onnantól kezdve a telefonunk is tudjuk ezt befolyásolni, automatizálásokat csinálni hozzá is hasonlókat. Tehát, hogy, hogy ez az irány, illetve ott van, amit még szintén érdemes megelémlíteni, a Shellinek, meg a szonofnak az izzói. Ezeket azért érdemes megemlíteni, mert ez egy olyan család, ami nem csak izzóból áll, hanem ahogy említetted, ugye dugaj, kapcsoló, mindenféle, és akkor sok mindent tudsz egybe rakni, tehát hogy kvázi meg tudod oldani az otthonod okosítását. Én most azt fogom csinálni, szépen hazamegyek, megnézem, hogy minek milyen foglalata van, és uh, majd kérek tőled segíts. Jó, <laughs> hogy akkor hova mit, mert nálunk úgy van, hogy van egy nagy kapcsolósor, ami uh -huh. az előszobában van, és onnan kvázi mindent tudok irányítani. Uh -huh. Sőt, az az egy hely, ahonnan irányítom a uh -huh. kapcsolásokat, tökre nem logikusan van ez a aki építette, vagy csinálta ezt, azt sokszor szoktam színi, meg van egyetlen egy kapcsoló, még a hálószobába, hogy megyünk be, ott pont a hálószoba ajtó mellett kívül, és az a nappaliban, meg a konyhában kapcsol egy lámpát. Tehát ezért nekünk ez az egy lámpa ég éjszaka, <laughs> ja. hogy amikor megyek a hálószobába, csak ezt ja. kell jelen kapcsolni. Úgyhogy ezen szeretnék majd még variálni. Ja, úgyhogy nem tudom, szóval így izgalmasak ezek a, a dolgok, meg, meg valahogy sokat beszélünk így adáson belül is, de hogy itt Pont az a lényeg, szerintem az egésznek, hogy a rendszerbe lássuk a mi Igen. kis életünket. Úgyhogy szerintem így dobjuk be azt, hogy nyugodtan kérdezzenek, dobjanak kommentet. Így van, sőt. Minden. Igen, mert sőt. hogy ami az én kis lelkemet nyomta, az azt én mindent megkeresztem, de szerintem be azért van még ennél több, úgyhogy szerintem kérdezzetek nyugodtan. Így van, és hát tervezünk egyébként a jövőben, videós bejelentkezést is. Tehát, hogyha úgy van, akkor akár úgy is megoldhatjuk hogy majd, hogy én élőben válaszolunk mm. nektek a, a, kérdésekre. Minden esetre úgy gondoljátok, hogy ez, ez a adásmenet hasznos volt nektek, akkor kérünk benneteket, hogy mindenképpen nyomjatok egy csillagot, lájkot, vagy akármit itt a podcast alkalmazásban behallgattátok. Ha van olyan ismerősök, akiknek pont ilyen problémája van, akár a világítással, akár az okos eszközökkel, akkor pedig dobjátok át ezt a részt, hiszen viszonylag egyszerűen meg lehet osztani. Kérdésetek van, jöhet a kérdés akár a platformokon keresztül, akár az infokukac.okosotthon.club e-mail címre is, illetve a Facebook csoportunkban is ott van a lehetőség, hogy kommunikáljunk, úgyhogy gyertek, várunk benneteket, sziasztok, hello, hello! Ez a műsor a ShowCast műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keres fel a showcast.tech oldal.